Sziasztok, ez itt a Balázs utazik a 66-os útról, valahol Kaliforniában vagyok, Chicago és Santa Monica között. Ez pedig egy gyors megálló az úgynevezett Battle Tree Ranchen, vagyis az üvegfarancson, ahol egy fickó, nem tudni miért, fémoszlopokat, fémcövegeket szúrt le, amikre különböző színes üvegeket, meg kerámiákat akasztott, és az egésznek van egy ilyen elvarázsolt erdő hangulata. Hogyha a 66-os úton jártok, vagy ha csak itt Kaliforniában, Nevadában, Arizonában, Illinoisban vezettek, akkor ezek azok az izgalmas kicsi látnivalók, amik a 66-os utat a mai napig még olyan különlegessé teszik. A több ezer kilométeres úton olyan sok minden ma már egyébként nincsen. Nagyon sok vállalkozás csődbe ment, van pár hotel, meg éttermek, meg bárok, de ezek az igazi retro, újra felhasznált dolgok, amik megadják a 66-os útnak azt a báját. Van itt minden, sőt még kolibri is van. Kolibrik csipognak itt jobbra-balra, és az édes cukros vízből is ők isznak. Van itt középen egy jeep, néhány régi írógép, amik már nem működnek. És nézzük meg a kolibriket, hát ha megtaláljuk őket. Az attrakció azt hiszem, hogy ingyenes, nyitva volt az ajtó, és csak bejöttünk. Na hát ide szoktak jönni a kolibrik, most persze egy darab nincsen, biztos elriasztottuk őket. Ez volt a Balázs utazik 360 fokos videója a 66-os út egyik megállójából, a Battle Tree Ranchről. Nézzétek meg a többi videót is, találkozunk a következő úton, sziasztok!